Embercsempészek letenyénél két esetben 14 afgán személlyel szemben intézkedtek a rendőrök. Vasárnap éjjel egy 20 éves román állampolgárságú férfit vettek őrizetbe, aki egy bolgár rendszámú Mercedes Vito mikrobusszal 9 afgán szemét kívánt kivinni az országból. Ők azonban a Schengeni tagállamokba történő beutazáshoz és tartózkodáshoz szükséges okmányokkal nem rendelkeztek. Szintén vasárnap éjjel a rendőri karjázést figyelmen kívül hagyva elmenekült a helyszínről egy ismeretlen személy letenye közelében. A rendőrök ellenőrizni akartak egy német rendszámú Kia Joyce típusú személyautót. A sofőr azonban továbbhajtott, majd néhány méterrel odébb lesodródott az útról. Az autóvezetője ezután elhagyta a járművet és futva elmenekült a helyszínről. A hátrahagyott kocsiban a rendőrök öt afgán szemét találtak, akik szintén nem rendelkeztek megfelelő iratokkal, a sofőrt még keresik.